Mi van, hogyha tömegelés alatt elhízok, mit csinálok akkor, hogyan kell erre reagálni, vagy mi van, hogyha tömegelés alatt nem jön rám elég súly? Erről lesz szó a mai videóban. Ma egy kicsit másféle étkezés lesz, mert ma hát ilyen nagyon natur, zöld, vegán. Látjátok, hogy itt ez ilyen kinoás saláta, iszonyat finom, majd szerintem csinálok erről külön receptet is, mert ez tényleg durván gyorsan megvan, és iszonyat jó, és mellé pedig most tofu lesz. Igen, a változatosság kedvéért ma nem húst eszünk, hanem hát igen, ilyen vegánul nyomjuk. Szóval, srácok, jött a kérdés, mi van, ha elhízok tömegelés alatt? Csak ezt a kamerát valahogy jobban le kéne raknom. Mondjuk így. Na, mi van, hogyha elhízok tömegelés alatt? Tömegelés alatt számítani kell vele, hogy fel fog jönni egy kis zsír, mivel hogy tömegeléshez kalória pluszba kell mennünk, azaz több kalóriát kell napi szinten fogyasztanunk, mint amennyit égetünk. Kell, hogy legyen az a plusz kalória bennünk, hogy a testünk tudjon mit beépíteni. Most ez sajnos nem csak izomtömeg lesz, kell számítani vele, hogy egy kis zsír is jönni fog. Én például úgy csinálom, hogy hetente olyan 300-400 g jöjjön rám, és ezt úgy, hogy már vagy 7 éve csinálom. Ezt azért mondom, mert minél régebb óta edzel, annál nehezebb lesz még több izomtömeget felszedni. Szóval egy kezdő sokkal több izomtömeget tud felszedni magára. Itt akár 500 g hetente, tehát egy fél kiló, vagy akár még ennél is több, itt meg már tényleg nagyon attól függ, hogy hogyan táplálkozol, mekkora a kalória plusz, és hogyan edzel. És ezért gyorsan szeretném felhozni, hogy létrehoztam a sorozatunkhoz a Bulk Mode egy programot is, ami a Bulk Mode program, abba beleraktam mindenféle jó edzéstervet az izomnöveléshez, étrendeket, rengeteg étrend, változatosak, finomak és gyorsan elkészíthetőek, és videók is, hogy minden alap benne legyen, hogy egyszerűen sikerülhessen az izom növelés. Tehát ez a Bulk Mode program az mindenkinek annak van, aki szeretne izomtömeget felpakolni magára. Hogyha érdekel, link a videó leírásban. Na jól van, itt vagyunk az edzésnél, jöjjön egy újabb voice-over. Egyébként mindjárt beszélni fogok még a kalóriák kezeléséről a mai témával kapcsolatban, tehát az a elhízás, tömegelés alatt. Viszont most kicsit az edzésemről szeretnék beszélni, ez egy hát-biceps edzés. Nekem nagyon, hát komplikáltnak mondhatjuk a jelenlegi edzés tervemet, nagyon össze-vissza vannak, tehát nincs egy fix rendszer benne, hogy felső, alsó, vagy egész test, vagy push-pull leg, hanem tényleg ilyen összetett, kombinált, majd lesz erről egy külön videó, amikor célzottan tényleg a jelenlegi edzés tervemről fogok beszélni. Szeretném majd mindegyik külön napot be is mutatni, de hát, hamarosan többet tudok ehhez mondani, ehhez most sajnos még sokat nem tudok mondani, úgyhogy egyszerűen beszéljünk arról, hogy hát edzés volt. Láthatjátok, hogy egy teremben, ahol még sosem edzettem, és ezért kicsit eszkalálódott az edzésem, mert oké, hogy van egy tervem, de teremben nyilván sokkal több dolgot tudok csinálni, mint amit otthon tudok csinálni, ahol általában edzek, és ezért kicsit eltértem a tervemtől, és kedvem volt például így squat padon bicepszezni, minek csináljam állva kézisúlyzóval, hogyha már ott van egy squat pad, tehát így kicsit kreatívabb lettem, kicsit eltértem a tervemtől, de szerintem néha örül ennek a testünk. Oké, hogy amúgy jobb, hogyha van egy fix terv, és fejlődünk minden gyakorlatnál, de néha ilyen változatosság kedvéért jól jön pár más gyakorlat. Aztán itt tetszett a fény, úgyhogy egy kis flexelés, és most jöhet a további videó. És akkor ez így most valószínűleg úgy néz ki, mintha egy nagyon fontos dolgon dolgoznék, de az az igazság, hogy ebben a Bulk Mode sorozatban, ugye szerintem rögtön az első részben volt, hogy pizzát ettem,
És azt kértem tőletek, hogy írjátok olyan pizzát, amit mindenképp meg kell kóstolnom, sőt azt is mondtam, hogy a leglájkoltabb lesz majd a következő pizzám. És ma úgy érzem, hogy eljött az ideje, hogy ki kéne keresnem a kommenteket. Van itt valami szegedi nagy pizza, 4 lájkkal, jól hangzik amúgy. Hol számolod ki, hogy mennyi ez nem az? 5 kívánság, bolonyai alap, sonka, gomba, bacon, kukorica, dupla sajt. 22 lájkkal. Nézem, hogy még van-e esetleg több lájkos, de nem hiszem, szerintem ő lesz a nyertes. Nutellás, 8 lájkkal. Örülök, hogy nem az nyert. Nem, akkor köszönöm mindenkinek, aki itt adott ilyen zseniális pizza ötletet, de szerintem az 5 kívánság lesz. Bolonyai alap, sonka, gomba, bacon, kukorica és dupla sajt. Szerintem adjunk le egy rendelést. Közben 23 óra lett, majd hogy nem, megjött a pizza. Bam! Na, kapcsoltam plusz fényt. Keresünk bacont. Te látsz bacont? Nem. Lehet, hogy majd kiderül evés közben. Ez most épp... Plusz sajt? Plusz sajt az biztos, hogy van rajta. Nagyon sajtos. Hát jó. Együnk. Közben meg a Peaky Blinders-t nézzük. Ez egy új magas súly ebben a bulkban. Yes! Ezt most szépen ide beírom. Szerda van. 74,4. Tehát így minden reggel mérem magam. És a hét végén az átlagot kiszámolom. Az utána lévő héten megint kiszámolom az átlagot, összehasonlítom az előtte lévő átlaggal, és az alapján fix látom, hogy átlagban mennyi súly jött rám összesen egy hét alatt. Na, igazából épp videóvágás közben vagyok, és elmagyaráztam a következő klipben, hogy hogyan kezelem a kalóriákat a súlyomhoz igazítva. Borzasztó volt valamiért a hangfelvétel, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most itt spontán a táblánál fogom ezt elmagyarázni, remélhetőleg most jó hangminőségben. Tehát lényegében arról van szó, hogy kiszámolom a heti átlagomat. Jó, naponta megmérem magam, felírom, a hét végén ott vagyok, hogy megvan a heti átlag. Tegyük fel, hogy 73. Jövő héten még egyszer eljátszom, minden nap lemérem magam, ezen a héten is a végén lesz egy heti átlagom, jobbik esetben mondjuk 73,3. Tehát ebben az esetben rám jött plusz 300 g átlagban. Ez azt jelenti, hogy hétköznap lehet, hogy vagyok valamikor akár 74 kg, lehet, hogy vagyok 72,5, tehát az teljesen normális, hogy a súly ingadozik, de ami számít az, hogy a hét végén hogy néz ki. Ebben az esetben most, hogyha rám jött 300 g, akkor én ezzel boldog vagyok, nekem ez így jó. Hogyha nekem valami olyasmi jönne ki, mondjuk 73,1, akkor ez azt jelenteni, hogy átlagban csak 100 g jött rám, ez nekem már kicsit kevés lenne, és ezért ebben az esetben, ezt most egyszerűen ide aláírom, hogy ha kevés, akkor plusz olyan 200 kalóriát emelek. Ezt a következő héten eljátszom, hogy naponta összesen 200 kalóriával viszek be többet. Tehát tegyük fel, hogy itt ezen a héten 2800 kalóriával mentem, de csak 100 g jött rám, itt 100 g, akkor ez nekem kevés, ezért most plusz 200, tehát most a következő héten naponta 3000 kalóriát viszek be, és megnézem, hogy ennek a hét végén átlagban mennyi jött rám. Hogyha több, hogyha mondjuk 300 vagy 400 g, akkor én ezzel megboldogulok, nekem ez jó. Tehát mindig
A kalóriát igazítom a súlyomhoz. Ehhez az fontos, hogy reggelente mérd magad, és legyen egy heti átlagod, amit tudsz hasonlítani egy másik átlaghoz. Abban az esetben, hogyha túl sok jön rám, mondjuk egy hét alatt átlagban hízok, nem tudom, 800 grammot, akkor ez lehet, hogy a mérlegen jól néz ki, és örülhetek neki, de ebből valószínűleg háromnegyede, talán még ennél is több, az zsír lesz. És ennek nem feltétlenül kéne örülnöm, nyilván attól függ neked mi a célod, nekem nem az a cél, hogy zsírban hízzak el, hanem hogy minél több száraz izomtömeget pakoljak fel, úgyhogy a 800 gram egy hét alatt az nekem túl sok lenne. Abban az esetben ez rögtön azt jelenthetné nekem, hogy valami nem stimmel az étrendemmel, valamiért rosszul jöttek ki a kalóriaim, és egyértelműen túl sok kalóriát vittem be, ahhoz képest, hogy én átlagban napi szinten mennyit égetek. Tehát itt a teendő az, hogy rögtön mínusz 200 kalória. Tehát, hogyha tegyük fel, ez az eredmény, ez a plusz 800, úgy jött, hogy 2800 kalóriát fogyasztottam, és ezzel híztam el ennyit, akkor nyilván rögtön 200 kalóriával lejjebb megyek. Bár őszintén ez most egy elég extrém példa, tehát ez a 800 gram, ebben az esetben valószínűleg rögtön egy 400 kalóriával kevesebbet vinnék be, mert ez brutális. Most tegyük fel, egy hét alatt 300 gram helyett 500 gram jött rám, az akkor arra utalna, hogy ilyen picit túl sok, akkor lenne inkább ilyen 200-as igazítás. Tehát nyilván azt is kell nézni, hogy mennyit szeretnél egy hét alatt felpakolni, és ahhoz képest mennyire vagy távol, fölötte vagy alatta. Minél távolabb vagy a kívánt számtól, annál extrémebb igazítást is kell nyilván csinálni. Tehát, hogyha mondjuk semmi súly nem jött rád, és ezt mondjuk már 2-3 hetet csinálod, és még mindig nem jön rá semmi súly, akkor ez arra utal, hogy itt több kell. Tehát itt akkor ez a 200-as igazítás kevés lenne, akkor lehetne például rögtön 400-assal ugrani. Ehhez nyilván kicsit ismerned kell már a tested, minél régebb óta csinálod az egészet, annál jobban fogod tudni, hogy a te tested hogyan reagál ilyen kalória emelés vagy csökkentésre, de így szerintem már kicsit tisztább, hogy melyik esetben mi a teendő. Remélem, hogy ezzel tudtam segíteni, remélem, hogy élvezted a mai videót, ha igen, akkor kérlek, hagyj itt egy lájkot, ezzel nekem is segítesz, és akkor találkozunk a következő videóban. Na csá!